Mindannyian tanulunk az iskolában a keresztes hadjáratokról, ami nem csoda, mert a középkorban ezek az események hatalmas jelentőséggel bírtak. Viszont sajnos rengeteg tényleges érdekességet már nem tudnak átadni a tanárok az órákon, szimplán az időszűke miatt. Így mindenkiben csak annyi marad meg, hogy összeálltak nagy európai hadseregek, amikkel Jeruzsálem elfoglalására indultak, és hogy a keresztes lovagok menők voltak. Sziasztok! Márk vagyok a 10-es listától, és ma bemutatok nektek 10 érdekességet a keresztes hadjáratokról. A föld mozgása kibillent a megszokott tengelyéből, amikor Jeruzsálem muzulmán uralom alá került, és II. Orbán pápa ezt nem tűrhette tovább. A Szentföld visszafoglalásáért indított első keresztes háború toborzásakor mindenkiben felszínre törtek mély keresztény érzületei, és egyből csatlakoztak a sereghez. A sereg többségét egyszerű paraszt emberek tették ki, akik inkább értettek a gabonához, mint a kardforgatáshoz. De elszántságuk elfedte ezen hiányosságukat. A négy fejedelem csapatai összesen 35 ezer embert tettek ki. Mielőtt 1099-ben elérték volna Jeruzsálemet, gyakorlatot szereztek Nikája és Antiókia ostroma alatt. A tapasztalatszerzésben az emberek kétharmada a csatamezőn maradt, de így is sikerült nekik bevenni a várost. A város bevétele közben a keresztényi irgalomról megfeledkezve lemészárolták a városban maradt muzulmán és zsidó lakosokat. A végső győzelmet pedig Jeruzsálem királyságának megalapítása jelentette. A keresztes háborúk bővelkedtek az áldozatokban. A kutatók megállapították, hogy a páncélingek alatt a férfiak mellett nők is nyugodtak, viszont arról a mai napig viták folynak, hogy ők milyen szerepet töltöttek be a harcokban. Az biztos, hogy a Szentföldön a nőknek leleményesnek kellett lenniük, hogy biztonságban tudhassák az életüket. Beverly Margit angol származású szülei zarándokok voltak, akik Jeruzsálemben tartózkodtak, amikor megszületett a lányuk. Margit épp akkor tért vissza a Szentföldre, amikor 1187-ben Szaladin ostrom alá vette a várost. Margitot nem bénította le a haláltól való félelem, inkább kreativitását hozta elő. Melvértet még talált magának, de sisakot már nem, így egy kezébe akadt üstöt húzott a fejére bátyja elbeszélése szerint. Usama ibn Munkis történetíró családjának a várát az iszmaliták támadták meg. Unokatestvére Sahib futott a várba, hogy a legszükségesebb dolgait összeszedve elmenekülhessen. Ekkor botlott bele egy talpig páncélos alakba, akitől először megállt az ütő Sahibban. Majd az alak levette a sisakját, és kiderült, hogy ő Sahib nagynénje, aki jól le is szitta unokaöccsét gyávasága miatt. Usama ibn Munkiz nem csak unokaöccse menekülési kísérletét őrizte meg az utókornak a keresztes hadjáratok korából, hanem még számos mást is. Egyik történetében elmondja, hogyan került birtokába egy olyan gyógymódnak, amit ő is sok betegség kezelésére használt, és használtak a későbbi generációk is. Egy Shaizar Abu al-Fath nevű kézműves fiával együtt üzleti ügyben Antiókiába ment. A fiú nyakán sebek égtelenkedtek, mivel skrofullában szenvedett, ami a nyaki mirigy csomók tuberkulotikus gyulladását jelentette. Apát és fiát a semmiből egy frank ember állította meg, mert segíteni akart a fiúnak. Elmondta nekik a skrofula hatékony gyógymódját, ami a következő. Szíksófűt kell elégetni, a kapott hamut olívaolajban és ecetben megáztatni, majd a nyakra tenni. A frank ember képében megjelenő irgalmas szamaritánus annyira mégse volt irgalmas, mivel az apának meg kellett esküdnie, hogy nem fogja másoknak elmondani a gyógymódot. Ahogy már volt róla szó, a keresztes hadjáratokban sokkal több lelkes, mint képzett ember harcolt. Őket támogatták meg a templomos lovagok, akik lelkesek és képzettek is voltak egyszerre. Olyan, hogy egy templomos lovag megfutamodjon a csatában, soha nem fordult elő. Ez rosszabb lett volna a halálnál, és biztos nem a mennykapuja nyílt volna meg neki a világ végén. A visszavonulás mellett nem adhatták meg magukat, és saját elgondolásukra harcot se kezdhettek. Amíg parancsot nem kaptak, vártak, hiszen ezt fogadták meg az esküjükben. És lássuk be, a fegyelmezettség nem árt egy katona esetében. Így váltak a keresztes csapatok ütőkártyáivá, akikkel még a legyőzhetetlennek hitt Szaladin szultánt is menekülésre lehetett készíteni Montgisard-nál. A templomos lovagok esküje a harcokban tanúsított magatartásuk mellett sok minden mást is előírt a számukra, például a szegénységet. Nos, ezzel szemben nem hasonlítottak a templom egereihez.
kastélyaik, földjeik, hajóflottáik voltak, és egész Ciprus az övék volt. Nem kellett adót fizetniük, ezt a kiváltságot II. Ince pápa bullája biztosította számukra. Az uralkodók előszeretettel adományoztak a templomosoknak, például aragóniai Alfonsz királyságának egy harmadát nekik adta. Az egyszerű emberek közül is sokan adtak nekik kisebb földterületeket, és tudjuk, sok kicsi sokra megy. A területeket a templomosok okosan használták fel, növényeket termesztettek, gyapjút és bort állítottak elő, amikkel Európa szerte kereskedtek. A történethez hozzátartozik, hogy csak addig volt ez a jó világ, amíg valaki a rend tagja volt. Ahogy kilépett, a fogadott szegénység az élete része lett, hiszen minden vagyon a rendé volt. A 7. keresztes hadjárat fényesen kezdődött és sötéten végződött. A hadjáratot 9. Lajos francia király kezdeményezte és vezette is nagy részt. A hadjárat különlegességei viszont azok a részletes feljegyzések voltak, amiket 9. Lajos barátja Jean de Jonil készített. Jean de Jonil beszámolt minden tárgyalásról, döntéshozatalról és naturalisztikusan ábrázolta Lajos királyi küzdelmeit a vérhassal is, de azok a részek a cenzúra áldozatául estek. Leírja Mansura város elfoglalásának kísérletét is, ami kudarcba fulladt. A sereg megpróbált visszavonulni, de ez nem volt megvalósítható. Jonil tisztán látta, hogy vagy túszok lesznek és kiügyeskedik, hogy a fejük a nyakukon maradhasson, vagy meghalnak. Voltak olyan hangok, amik a hősi halál szépségét zengték, de Jonilt nem győzték meg. Ahogy fogságba került, eladta magát a király rokonának, és hirtelen ismertségi viszonyba került II. Frigyessel is. Végül mindenki megmenekült az ellenség karmaiból. 1187. október 2-án újfent kibillent a föld a tengelyéből, Szaladin szultán ismét elfoglalta Jeruzsálemet. A gyászos nap híre futótűzként terjedt Európában és lépésre kényszerítette 8. György pápát. Meghirdette a 3. keresztes hadjáratot és felkérte az angol, a francia és a német-római uralkodókat, hogy tervezzék meg Jeruzsálem visszavételét. Első Richard angol, II. Fülöp francia király és Barbarossa Frigyes német-római császár el is kezdték összegyűjteni a csapataikat, de Frigyesnek nem volt türelme megvárni uralkodó társait, elindult egymaga keresztes háborút vívni. A vállalkozás a szerencsétlen véget ért, ugyanis belefulladt a Szalé folyóba, a hátrahagyott serege pedig visszament német földre, mielőtt az angolok és franciák megérkeztek volna a Közel-Keletre. Richard és Szaladin végül nem bírt egymással és békét kötöttek, aminek értelmében Jeruzsálem muzulmán kézen maradt. A keresztes hadjáratok hozományai a Jeruzsálemi Királyság, az Antiókiai Fejedelemség, az Edesszai és a Tripoliszi Grófság. Összefoglaló néven őket a keresztes vagy latin közel-keleti államoknak hívják. Az életük nem volt zavartalan, se a külső támadások, se a belső feszültségek nem kerülték el őket. Soha nem volt elegendő munkáskezük, és a betelepedők se jöttek ki jól a többiekkel. Viszont a kereskedelmük virágzott, hiszen a levántei kereskedelmi útvonal áthaladt rajtuk. A Jeruzsálemi Királyság zarándokokban is bővelkedett. A zarándokok és a stratégiailag fontos pontok védelméről a templomos lovagok és a Szent János lovagrend tagjai gondoskodtak, akik civilben szerzetesek voltak. Ahány hadsereg, annyiféle fegyver és páncél gondolhatnánk, de a 12. század elején komoly gondot jelentett a nehéz páncélzatú keresztes lovagokat megkülönböztetni az ugyancsak nehéz páncélzatú ellenféltől. A keresztes zsoldosok már a hadjáratok előtt átvettek sok iszlám és török katonai elemet, például a lóvédő páncélt vagy a lamellás páncélinget, amelyre plusz fémlapokat fűztek. Később azonban a 13. század elejére ezeket módosították és az otthoni összecsapásokban tökéletesítették. Az újbóli keresztes hadjáratokban már tisztán elkülöníthető lett az európai és a muszlim török stílus a páncélzatban, illetve a fegyverzetben. A tipikus lovagrendes keresztes lovag főfegyvere a hosszú egyenes kard volt, melynek markolata keresztet formázott, így egyszerre volt emlékeztető az esküjükre és halálos fegyver is. A leghasznosabb azonban a 3 méter hosszú láncsájuk volt, amit a kísérő gyalogság buzogányaival és számszeríjaival egészítettek ki, így szép pusztításokat eredményezve. Jóval a keresztes hadjáratok előtt is folyamatos csetepaték helyszíne volt a Közel-Kelet. A területen levő nagyobb városokat megerősítették és jól védhető erődítményeket is emeltek. Amikor a keresztesek megjelentek ezeken a területeken, az építmények jelentős részét átvették és kibővítették. A 12. századtól pedig sajátokat is emeltek a határterületeken.
Ezek az építmények multifunkcionálisak voltak. Fő feladatuk a védekezés volt, valamint a támadások előkészítése. Másodszorban viszont politikai és közigazgatási középpontokként is működtek. Némelyikük malommal is rendelkezett, ahol gabonát és olívaolajat állítottak elő. Sok minden mellett a kultúra is helyet kapott a kőfalak mögött, amit erősen áthatott a muszlim közösségek közelsége, jó példák erre a gőzfürdők. A helyi kultúrák hatással voltak a kastélyok, erődítmények kialakítására is. Ilyen volt például a lőrés használata és a külső falak olyan kialakítása, ami rossz tapadást biztosított többek között az ostrom tornyoknak. Az ostromgépeknek pedig, közöttük a hajítógépeknek is, külön kialakított tornyok épültek. Mára ennyit a 10-es listáról. Ha tetszett a videó, dobj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára, hogy elsőként értesülj a legújabb tartalmakról.